Két új sószobát kaptak 1 millió 700 ezer forint értékben a Hegyvidéki Mesevár óvoda kicsinyei a Tégya Parlagfű ellen közhasznú alapítványtól. A szoba az önkormányzat kezdeményezésére az alapítvány támogatásával épült. Pokorni Zoltán polgármester az átadáson kiemelte: fontos, hogy az allergiás kisgyermekek megfelelő környezetben nevelkedjenek. Hogy jött ez az ötlet, hogy óvodában sószoba legyen? Hát ennek a konkrét sószobának az ötlete az Áder Jánostól jött, vagy a javaslat. Az, hogy óvodákban legyen sószoba, az már egy régebbi dolog. Itt a kerületben 4 óvinkban van már. Nem ilyen szépek, meg nagyok, kisebbek, de már van. És hát az a célunk, hogy mindegyik óvodában ezt is tudjuk adni. Ugye ez egy új óvoda, új intézmény, egy régi, egykori óvodában, mert valaha itt volt a János Kórház dolgozói számára egy óvoda, bezárt már több mint 10 éve, és tavaly nyitottuk újra, mert olyan sok család kérte, akarta ide hozni a gyerekét, hogy egy új intézményt indítottunk, sőt nem is egyet, hanem kettőt. Két óvodát indított az önkormányzat 2009-ben, és itt ez még hiányzott, és meg kell mondjam, hogy még ez a pár millió forint is nehézséget okozott volna, még nekünk is. Így aztán nagyon jókor jött a Tégya Parlagfű ellen alapítvány felajánlása, ez ezt János, Áder János alapította 4-5 évvel ezelőtt, és azóta is irányítja, vezeti. Az európai parlamenti munkája mellett jó, hogy erre is van energiája, meg ideje, illetve hogy még pénzt is tud összekalapozni ezekben az időkben erre az alapítványra. Akármilyen furcsa, a kerületben ugye tiszta a levegő, nagyon sok zöld felület van, 180 négyzetméter az egyfőre jutó zöld, mint a budapesti átlag, az ugye tragikus, az 10 négyzetméter. A zöld az egyfelől jó, másfelől rossz. A parlagfű, a fekete üröm, az egyéb allergizáló virágporok is megjelennek. Noha a parlagfűvet írtjuk, írtatjuk, ugyanez az ürömmel is a helyzet, de azért itt mégiscsak több van, mint mondjuk az 5. kerületben, ahol talán a fákat is egyenként tartják számon. Minden negyedik magyar állampolgár allergiás, és a gyerekeknél ez az arány sajnos romlik, és a mi gyerekeinknél is ez a helyzet. A sószoba az egy természetes védelem különböző allergiás megbetegedések ellen. Parajdról származnak ezek a sórögök. Parajdon már évszázadok óta használják ezt gyógyításra, a sóbányának az elhagyott járatait. Pár évtizede rendes orvosi ellátásként is berendeztek egy elhagyott vágatot ilyen gyógykezelésre. Ezek a sórögök, sótéglák ebből a bányából származnak, és nagyon jók a tapasztalatok. A Tégya Parlagfű ellen alapítvány a környezetvédelme mellett segíti mindazon kezdeményezéseket, amelyek a felnövekvő nemzedéket, a gyermekek egészségét szolgálják. Áder János, a közhasznú szervezet alapítója, az ünnepségen elmondta: uniós pályázat kiírásával is segítik majd a parlagfű elleni védekezést. Mennyi pénzbe került ez a sószoba? Az alapítványunk az közel 2 millió forinttal támogatta ennek a sószobának a létrehozását, a kezdeményezést pedig részben megint csak korábbi orvosi gyakorlati tapasztalatokon alapult, részben a népi gyógymódokon. Egy ilyen kis sószobával megpróbálunk olyan klímát teremteni, ami a gyermekek számára részben a gyógyulást, hogyha valamilyen légúti betegségük van, részben pedig a megelőzést szolgálja. Nagyon sokan vannak, akik természetesen próbálnak ilyen támogatást szerezni, ami alapítványunk lehetőségei végesek. Két forrásból tud egy alapítvány pénzt szerezni, egyrészt támogatókat szerezni a vállalkozói világban, hát gazdasági válság esetén ugye ez sem olyan könnyű. Másrészt pedig mi már jogosultak vagyunk a választópolgárok 1%-ának adó, tehát az a személyi jövedelem adó 1%-ának az igénybevételére. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nincs még olyan fontos civil szervezet, társadalmi szervezet, amelyiket szívesen támogatna, akkor a mi alapítványunk készséggel várja az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokat, és ezekből az így összegyűjtött apró kis 1000, 2000, 5000, 10000 forintokból tudunk ilyen beruházásokat támogatni. Mondom még egyszer, ez közel 2 millió forint volt. A sajtótájékoztató nem említette, hogy uniós forrásokat is igénybe szeretnének venni. Mire pályáznának, és van-e konkrét elképzelésük, hogy mire költenék a pénzt, ha nyernek? Egészen pontosan én kezdeményeztem a 2010-es költségvetésben egy úgynevezett, úgy hívják ezt, hogy pilot project, ez a hivatalos neve,
amit ha magyarra akarok lefordítani, akkor valami olyasmit jelent, hogy ez egy címkézett pénz, egy bizonyos kutatásra rendelkezésre álló pénz. Az Európai Parlament végül is ezt a kezdeményezésemet elfogadta, és 1,5 millió eurót biztosított a 2010-es ezévi költségvetésben erre a célra. Most ennek a pályázati kiírásának az utolsó simítása zajlik ezekben a hetekben, és az én reményeim szerint legalábbis ezt kaptuk, innentől már nem az Európai Parlament a felelőse ugyanis a dolognak, hanem a bizottság. De a bizottság munkatársaitól azt a hírt kaptuk, hogy március végére szeretnék kiírni a pályázatot, ami egy jó hír, és remélem, hogy június végére meg is lesz a pályázat nyertese. A lényeg ennek, hogy mit lehet, hogy a 1,5 millió euróból védekezésre sem lehet igazából költeni, ez ahhoz kevés pénz. De azt viszont talán meg lehet oldani belőle, ez a célunk, ezért kértük ezt a pénzt, hogy az eddig meglévő tudásunkat, kémiai, mechanikai, biológiai védekezések, ezeknek az összhangja, együttes alkalmazása, a megfelelő időpontban való alkalmazása, mert nem mindegy, hogy mikor csinálom az egyiket, mikor a másikat, ennek a költségvonzata, ez hogyan rakható úgy össze, hogy valóban egy eredményes, eredményt hozó védekezési gyakorlatot, vagy védekezési javaslat csomagot le lehessen tenni az asztalra. Tiszta levegője ellenére még itt a 12. kerületben is évről évre növekszik az aszmások, idült légcsőhurutosok és a pollenek okozta allergiások száma. Mindezek hatékony kezelésében és megelőzésében a sós levegő belégzése rendkívül hatékony segítséget nyújt, és egyben immunerősítő hatással is bír. Hámori Mária óvodavezető elmondta. A most átadott két szobában hetente kétszer 20-25 percet töltve a kisgyermekek rajzolás, éneklés és mesehallgatás közben gyógyulhatnak. Teljes kihasználtsággal fog működni ez a sószoba, tehát gondolok arra, hogy az üres időben jöhetnek-e más gyermekek is ide. Van egy játszóházunk is, ahova bölcsödéskorú gyerekeket hozhatnak a szülők, hogyha valami dolguk van, abban az időszakban gondozónők vigyáznak rájuk. Természetesen az ő részükre is biztosítjuk azt, hogy részt vegyenek a sószobai foglalkozásokon. Más intézményekből nem tudunk gyerekeket fogadni, mert egyenlőre teljes a kihasználtságunk. A gondozónők, óvónők fel vannak-e készítve arra, hogy itt a sószobában foglalkozások lesznek? Igen, természetesen. Tanulmányozták már a működő sószobáknak a foglalkozásait, előzetesen megnézték, utána olvastak szakirodalomból és tájékozottak, természetesen megfelelőek a foglalkozások. A Hegyvidéki Önkormányzata súlyos kormányzati megszorítások ellenére az idei tanévben két új óvodát indított a kerületben. Mivel az állami óvodai normatíva az idén 224 ezer forintról 190 ezer forintra csökkent, valamint a 2010-es költségvetés egyik legnagyobb vesztese is az oktatás területe lett, Pokorni Zoltán kiemelten fontosnak tartja az intézmények támogatását. Arra, ami az óvodák és az iskolák életében nem érzékelteti a változást, mármint a romlást, a válságot. Annyit érzünk belőle, hogy egy csomó dolog van, amit szeretnénk, de nem tudunk megvalósítani. Nincs annyi fejlesztő pedagógus, nincs annyi logopédus, nincs annyi szabadidőszervező, a nevelési szintereket megteremtő pedagógus, mint amennyire szükség lenne. Tehát fejlesztésekről kell lemondani, de nem kell, nagyon remélem, hogy nem kell visszalépni.